modern monarchia külpolitikai törekvései címet viselő témakör, ami egy nagyon bonyolult és összetett témakör, mint ahogy önmagában az osztrák-magyar monarchia is egy összetett birodalom volt, és ahogy ezt mi magunk is szoktuk érezni, ahogy a külpolitika, a diplomácia általában is egy nagyon nehéz mesterség, nagyon sok mindent tudni, ismerni kell ahhoz, hogy egy ország diplomatái az ország érdekeit jól, eredményesen tudják képviselni. Gyorsan nézzük is meg felvezetésként, hogy miket érthetünk általában a külpolitika céljai alatt. Két nagy csoportra bonthatjuk ezeket, részben beszélhetünk aktív külpolitikáról, illetve passzív külpolitikáról. Minden országnak vannak passzív külpolitikai céljai, amelyek elsősorban a saját biztonságára vonatkoznak, a területi épségére, integritására, és általában azoknak a nyugodt körülményeknek az elérésére, amelyek biztosíthatják számára a nyugodt békés stabilitást és a gazdasági és egyéb kulturális fejlődést. De a 19. században még különösen igaz, hogy vannak olyan országok is, amelyek aktív külpolitikát folytatnak, növelni kívánják a befolyásukat, külső piacokat kívánnak szerezni, vagy pedig akár ebben a korszakban még ez is előfordul, területeket akarnak akár háború révén is meghódítani, megszerezni. Ebben a korszakban az etnikai elv és a dinasztikus elv egymással vetélkedve jelenti az aktív külpolitikának, a hódításvágynak, a befolyásszerzésnek a két ideológiai hátterét. Látni fogjuk, hogy a dinasztikus elven működő országok, mint amilyen volt részben az osztrák-magyar monarchia is, hajlamosabbak a passzív külpolitikára, míg az etnikai elven működő országok, a nemzet egyesítésre hivatkozva, hódításra újabb területeknek, az anyaországhoz való csatolására hivatkoznak. Az utolsó gondolat bevezetésként, ami viszont még nagyon fontos elméleti háttérként, a 19. században nem volt a nemzetközi jogban még érvényes az a mai elv, hogy minden állam független, szuverén és egyenrangú. A 19. században még gyakorlatban és elméletben is, itt van a nagy különbség, megkülönböztettek nagyhatalmakat, és a nemzetközi jogban kevesebb lehetőséggel és kevesebb joggal bíró átlagos, közepes, gyengébb országokat. Ez pont a kiegyezés kapcsán lesz majd nekünk fontos, hogy a nagyhatalom, a nagyhatalmiság az előnyökkel járt ebben a korszakban, és ezt mindenki respektálta is, ebből a szempontból lesz ez fontos. A 19. századról még néhány dolgot általában, hogy ezután rátérhessünk majd a saját témám fölvezetésére. A 19. században, ahogy említettem, a nagyhatalmaknak igen nagy tekintélye volt, és ezek a nagyhatalmak intézték Európa ügyeit, majd látunk erre később konkrét példákat is. Ebben a korszakban öt nagyhatalom volt a meghatározó, ezért ezt Pentarchiának görögető eredetű szóval az ötök uralmának nevezzük. Ez az öt ország Anglia, Franciaország, Oroszország, Poroszország, illetve a Habsburg Birodalom volt. Ezeknek az egymással való kapcsolatán múlik szinte minden a század nagyobbik részében. Mehetünk is tovább, és térjünk rá rögtön az osztrák-magyar monarchia létesülésének megalkotásának közvetlen előzményére. Hogy jutunk el oda, hogy a magyarok és a Habsburgok között egy kompromisszum jön létre azok után, hogy a magyarok szabadságharcát a Habsburgok orosz segítséggel 1849-ben véresen leverték. Ezt mindannyian jól ismerjük, itt kezdjük most a történetet világos léptekkel, és azt mondhatjuk, hogy bár 1849-ben úgy tűnik, hogy a magyar nemzeti célok szét vannak rombolva, a magyar nemzet vezetőinek egy részét meggyilkolták, kivégezték, más része emigrációba kényszerült, nagyon sokan pedig kényszerűen elhallgatnak, és a passzív csendes ellenállás formáját választják, a Habsburgok pedig diadalt arattak. Azt fogjuk tapasztalni, hogy a Habsburg Birodalom előbb-utóbb kénytelen lesz belátni azt, hogy a magyarokkal mégiscsak a legyőzésük ellenére is meg kell egyezni. Persze ez nagyon sok idő kellett, egészen 17 évet kell erre várni, és ahhoz, hogy ide eljusson a Habsburg dinasztia, ahhoz az kell, hogy sorozatosan külpolitikai kudarcokat szenvedjenek el. Hármat lehet ebből különösen kiemelni. Az első az úgynevezett krími háború volt, egy olyan nagy európai háború, amely az oroszok vereségével zárult, és az oroszokkal szembeni blokkhoz közeledett Habsburg
Ferenc József is, ami akkor a jó választásnak tűnt, de hosszú távon azzal járt, hogy elvesztette a legfőbb szövetségesét, azokat az oroszokat, akik már a magyar forradalom leverésében is az első számú segítőtársai volt. Ez tehát rontja már a Habsburg Birodalomnak a külpolitikai mozgásterét. 1859-ben egy újabb súlyos csapás éri Ferenc Józsefet Itáliában, a harmadik Napóleon francia császárral szemben háborút vív és vereséget szenved, elveszíti itáliai pozíciói jelentős részét, de az igazán nagy katasztrófa és az igazán komoly lépés ahhoz, hogy belássa, hogy a magyarokkal meg kell békülnie, az 1866-ban következik be, ezért van a képen Otto von Bismarck porosz miniszterelnök és egy német kancellár, mert ez a porosz konzervatív politikus nagyon ügyes és nagyon kíméletlen módszerekkel a német egységet úgy valósítja meg, hogy a Habsburgokat abból teljesen kizárja. Tehát azt mondhatjuk, hogy 1867-ben elszigetelt és minden nyugati vagy közép-európai fronton vereséget szenvedett Habsburg Birodalommal van dolgunk. Hogy jut el a magyar ország, a magyar nemzet a kiegyezéshez. Ezt jobban ismerjük, ezért ebben részleteiben nem mennék bele, csak arról szeretnék néhány gondolatot elmondani, hogy a magyaroknak, a magyar nemzeti mozgalomnak, a reformkortól kezdődően milyen külpolitikai elgondolásai voltak, mert erről kevesebben beszélünk, a jobbágy felszabadításról, vagy a magyar alkotmányosság megváltoztatásáról van persze szó elsősorban, mert ezek voltak akkor az alapkérdések. Erről volt sok vita a reformkori országgyűléseken, külpolitikáról meg alig-alig. Az egyetlen kivétel, komoly kivétel, aki egy nagyon komoly külpolitikai koncepciót, egy európai szintű programot dolgozott ki a magyar liberális reformerek közül, az éppen Veselényi Miklós báró volt, aki azt célozta ebben a röpiratában, hogy az alkotmánnyal bíró országoknak Európában egy széleskörű összefogást kellene kezdeményezni az oroszokkal szemben, mert az oroszoknak a cári zsarnoksága minden nép, minden ország szabadságmozgalmára veszélyes. És hát sajnos úgy tűnik, hogy utólag nézve akár igazat is adhatunk a Veselényinek, hiszen a cári beavatkozás okozta elsősorban a magyar szabadságharcnak is a bukását. Ezt szinte megelőzni szerette volna ezzel a szövetséggel, amiből hát tudjuk, semmi nem lett. 1848-ban hiába volt több helyen is liberális hatalomátvétel, hiába fordult elő Európa több országában is, hogy az alkotmányt kikényszerítették a liberálisok, és egy belső átalakulás megindult. 1849 végére ezek részben éppen az összefogás hiánya miatt elbuktak. Mehetünk is tovább. 1848-49-ről csak nagyon röviden szeretnék beszélni, hiszen ezek nagyon ismert tények. Azt érdemes csak itt megvilágítani, hogy amikor úgy tűnt 1848 közepén, hogy a liberálisok, a szabadság szerető politikusok Európa számos országában hatalomra kerültek, így, mint ismeretes nálunk is, Magyarországon is, akkor a magyar kormány ezt a kedvező pillanatot milyen tervezgetések révén próbálta maga javára, az ország üdvére felhasználni. Első körben is természetesen a fontos országokba követeket küldött a Batthyány kormány, Londonba, Párizsba, Konstantinápolyba, de Frankfurtba is, abba a Frankfurtba, ahol a különböző kisebb és nagyobb német államoknak a küldöttei, képviselői tanácskoztak a német parlamentben, hogy megalkossák a nagy, egységes és szabad, liberális Németország. A Batthyány kormánynak minden bizonnyal az volt a fő célkitűzése, illetve reménysége, hogy létrejön, megerősödik és megmarad ez a nagy liberális Németország, ráadásul az volt a terv, az volt a valószínű, hogy Habsburg vezetéssel a legkomolyabb, legnagyobb múltú német nyelvű dinasztia a Habsburgok vezetésével valósul meg ez a német egység, és akkor a Habsburg vezetésű szabad, alkotmányos Németország, meg az egyébként szintén Habsburg vezetésű szabad és alkotmányos Magyarország egymás természetes szövetségesei lesznek minden olyan országgal szemben, amelyik veszélyezteti ezt a szabadságot szerető európai együttműködést. Nyilván nem kell megmagyarázni, hogy megint kiről van itt szó elsősorban, az oroszok.
Tehát ez lett volna a magyar állam, a magyar szabadság stabilizálásának a legfőbb biztosítéka, ha a szabad Németország és a szabad Magyarország egy a Habsburg dinasztián keresztül még pluszban megerősített szövetséget tud kötni. Ez azonban nem valósult meg, a szabad Németország, a szabad német egyesülés sem valósult meg, mert túl sokan ellenezték, persze nyilván az oroszok, de más konzervatív körök is, és más európai nagyhatalmak is. Gondoljanak bele, az öt nagyhatalomból kettő vagy másfél egyesülne, vagy hogyha a magyarokat ide vesszük, akkor kettő teljesen egyesülne egy nagy közép-európai blokkban, az nyilván fölborítaná ezt a bizonyos pentarkiát, és ezért az angolok is, a franciák is, már csak emiatt is eléggé óckodtak attól, hogy támogassák, vagy legalábbis elfogadják ezt a német egyesülési mozgalmat. Ha ez nem jön létre, akkor nyilván az egész úgy, ahogy van, álom maradhat csupán, és a későbbi események mutatják is, hogy a magyaroknak innentől kezdve már csak az önvédelem lehet a külpolitikai céljuk, az, hogy megvédjék a szabadságokat az ellenségtől, Ferenc Józseftől, a fellázadó nemzetiségektől, horvátoktól például, és hát azután 1849 nyarán az oroszoktól is. Ez azonban már egy kétségbe esett utóvétharc, sajnos azt kell mondani, hogy az esély a sikerre minimális volt, olyan egyoldalúvá válnak az erőviszonyok, a magyarok egymagukban, a Habsburgok az oroszokkal, a nemzetiségekkel, sőt még további külföldi, nagyhatalmi szimpátiával is kísérve, támogatással is kísérve, ugye sokan ismerik azt hiszem ebben a teremben az angol külügyminiszternek a mondását, Lord Palmerston mondta azt az oroszoknak, hogy végezzenek a magyarokkal minél gyorsabban, miközben ő is liberális párti volt, csak ő úgy gondolta, hogy az ő birodalomra szükség van, nem érdemes ezt a nagyhatalmat itt szétrombolni, a magyaroknak a kiválása ebből a birodalomból más irányban ugyan, de szintén összezavarná a jól bevált évszázados pentarkiát, nagyhatalmi együttműködést. A kérdés számunkra pedig most nyilván az, hogy eljussunk a magyar oldalon is a kiegyezés megkötéséig, hogy milyen tapasztalatokat vontak le ebből a tragikus, persze felemelő, de összességében mégis vereséget hozó szabadságharcból a magyar politikusok. Megint nem szeretném ezt részletesen elmondani, hiszen valamennyien ismerjük Kemény Zsigmondnak, Ötvös Józsefnek vagy Deák Ferencnek a nevét, de a Magyarországon maradt életben hagyott politikusok nagy többsége úgy gondolta, hogy a Habsburg Birodalom legyőzhetetlen. Nem szabad még egyszer neki látni egy ilyen fegyveres felkelésnek és egy ilyen szabadságharcnak, mert megint be fogják hívni az oroszokat, és megint le fognak minket verni. Ezért inkább az a jó magyar politika, hogyha Habsburgokat megpróbáljuk meggyőzni arról, hogy jobb velünk együttműködni, és nem ellenségeik vagyunk nekik mindenáron, hanem ha tolerálják a mi jogainkat, akkor mi cserébe támogathatjuk a Habsburg dinasztiát. Persze itt egy nagyon óvatos, ügyes kompromisszumra van szükség, hogy a Habsburgok minél több szabadságot és önállóságot adjanak meg nekünk, cserébe azért, hogy mi együttműködünk a dinasztia célkitűzésében. Itt látható ugye Kemény Zsigmond után Ötvös József, illetve Deák Ferenc, a komoly politikusok, az otthoniak közül, és persze nem szabad elfeledkezni az emigrációról is, a szabadságharc legfontosabb vezetői, Kossuth Lajos az élen, emigráltak, a külföldi menekvésben igyekeztek a magyar nemzeti ügyet újra valahogyan sikerre vinni, és természetesen ők is gondolkodtak azon, hogy hogyan lehetne elkerülni azokat a hibákat, amiket 48-49-ben esetleg elkövettünk. Kossuth is észlelte azt, hogy a fő probléma az volt, hogy túl gyengék voltunk mi egy Habsburg orosz nagyhatalmi nemzetiségekkel is kiegészülő szövetséggel szemben, de ő ebből nem azt a következtetést vonta le, hogy akkor hagyjuk, akkor inkább ne csináljuk, hanem ellenkezőleg azt mondta, a Habsburgokkal semmiképpen nem szabad együttműködni, a Habsburgok úgysem fognak nekünk soha szabadságot adni, önállóságunkat tiszteletben tartani, hanem készülni kell a harcra, de úgy, hogy mi szerzünk több szövetséges, elsősorban is Magyarországon belül még több ember kell majd mozgósítani a harcra, egy demokratikusabb, a szegényeket, a jobbágyokat, volt jobbágyokat is sokkal inkább aktivizáló politikára van szükség egy részről,
Másrésztről szükség van arra, hogy a Magyarországon, az akkori Magyarországon élő nem magyaroknak, a nemzetiségeknek a jó indulatát megnyerve, velük együttműködve tovább erősítsük a sorainkat, románokkal különösen sok tárgyalást folytatott Kossuth az emigrációban. És ezt is kibővítve azon gondolkodott, hogy azokat a kisebb, akkor éppen önállósodó észak-balkáni országokat, mint Szerbia, vagy Havasalföld és Moldva, szintén bevonja ebbe a Habsburg ellenes nagy együttműködésbe, és abban bízott, hogy ezek együtt már képesek lesznek az újabb szabadságharcot győzelemre. Persze ez is egy nagyon rizikós elgondolás volt, mert ha összeszámoljuk ezeket az embercsoportokat, társadalmi rétegeket, népeket, országokat, és a mérleg másik serpenyőjében oda tesszük továbbra is Ausztriát, a Habsburgokat és az oroszokat, még mindig nem annyira biztos, hogy sajnos ez a mi oldalunk győzelemre viszi a dolgot. És Kossuthban ez az egyik legtiszteletre méltó, hogy ő nem egy fantaszta volt, egy felelőtlen lázító, aki az emigráció biztonságából hergelte az otthon maradt magyarokat újabb és újabb véres elbukással fenyegető lázadásra, hanem nagyon pontosan tudta azt, hogy akkor és csak akkor szabad neki az új felkelés, az új szabadságharc megindítására jelet megadni, hogyha tényleg van esélye győzelemre. És ezért nem adta ki soha ezt a jelet, ezt a felkelésre szólító jelet, mert pontosan érezte, hogy nincs még meg a kellő támogatás a magyar ügy győzelemre vitele érdekében. Ez a két alapvető magyar álláspont csap össze 1867-ben, amikor is napirendre kerül, hogy a Habsburgok a sok külpolitikai vereség után végre hajlandók megegyezni a magyarokkal. Az otthon maradt politikusok, akiket mondhatunk akár ilyen értelemben mérsékeltebbeknek, DeFerenc vezetésével, úgy gondolják, hogy ha most Ferenc József valóban hajlandó komoly engedményeket valóban hajlandó tiszteletben tartani Magyarország önállóságát, és ezek a garanciák, ezek az ígéretek fölrajzolják annak az esélyét, hogy Magyarország ugyan nem egy teljesen független állam, de egy a maga ügyeit saját maga hatáskörében önállóan intéző szabad magyar nemzeti állam lehet majd, akkor érdemes megegyezni, mert ez egy hosszú távú együttműködés, nem a maximális célokat, de a lehetséges célokat tartalmazó együttműködést jelentek. Ezzel szemben Kossuth azt mondja, hogy a Habsburgokkal semmiképpen nem szabad megállapodni, és elsősorban is azért nem, mert az ő megítélése szerint a Habsburg dinasztiának az ideje lejárt. A jövő a demokratikus nemzeti államoké, és az a nemzeti mozgalom, amelyik egy halálra ítélt dinasztiával köti össze a sorsát, az ugyanúgy el fog majd bukni, mint ahogy el fognak bukni ezek a dinasztiák is. Ezért azt mondja Deáknak a híres Kasszandra levélben, amit gondolom sokan ismernek ebben a teremben, hogy ne vidd azon pontra a nemzetet, amelyről többé a jövőnek mestere nem lehet. Vagyis, ha a magyarok feladják a nemzeti céljaikat, vagy azok jó részét azért, hogy a pillanatnyilag erősnek tűnő Habsburgokkal szövetkezzenek, akkor majd együtt fognak elbukni, amikor a történelem odáig jut. Másik mondat ebből a híres Kasszandra levélből, nehogy Magyarország legyen a mágia, melyen a Habsburg sas megégettetik. Ugye szép 19. századi magyar nyelven, vagyis a Habsburgokkal együtt fogunk bukni mi is, ha velük összeállunk. Na most ez így 148 év távlatából persze egy nagyon komoly előrelátó bölcsességnek tűnik, és hát ha így vesszük, akkor Kossuthnak sajnos igaza lett, ezt mindannyian tudjuk, önök még nálam is jobban. Az első világháború elvesztése nem csak a Habsburg dinasztia, hanem a régi Magyarország elvesztését is eredményezte. Kossuth szinte várteszként a jövőben látott, és így mondhatjuk, hogy igaza lett. Csak a kérdés az, és ezen téren, hogyha gondolják, érdemes esetleg elgondolkodni, hogy lehetett-e a Kossuthnak igazat adni akkor? Mert mi most utólag azt mondjuk, valóban ez történt, meglátta, megsejtette előre a szomorú jövőt. Mikor intette Deákat, hogy ne így tegyen, igaza lett. De vajon lehetett 1867-ben belátni, hogy ez lesz belőle? Lehetett-e
a jövőt eltalálni nem egy-két embernek, aki ennyire rátalál a helyes jövőre, meg látja előre, hogy mit hoz a történelem, hanem azoknak a tömegeknek, akik nyilván ez a képesség mondjuk nem állt rendelkezésre, és abból tudtak gondolkodni, ami mindannyiunk számára ismert, a múltból, az eddigi tapasztalatokból, a 48-49-es eseményekből, ami viszont hát valószínűleg a Deák vezette többségnek az igazán adta akkor, abszolút erősek, abszolút legyőzhetetlenek, lehet, hogy majd egyszer ez nem így lesz, de hát addig nagyon sok idő eltelik, majd akkor kell újra gondolni ezt az egészet. És ugye, ha azt megnézzük, hogy ha valaki mondjuk hajlana arra, hogy hát igen, Kossuthnak lehet, hogy igazából tényleg ne kössük meg most ezt a kiegyezést abszolútokkal, akkor mondja meg nekünk Kossuth, hogy mit csináljunk ehelyett. Ugye Kossuth, és ettől felelős vezetője a magyarságnak, nem azt mondja, hogy indítsátok el a forradalmat és rázzuk le a hazugigát, mert ő pontosan tudja, hogy ez most megint vereséget fog eredményezni. Mit mond Kossuth, mit üzen haza a híveinek? Várjatok még, lesz még lehetőség arra, hogy lerázzuk a hazugigát. Na de mikor kérdeztetik erre a Kossuthban amúgy bízó magyarok? Hát várunk már 18 éve. Hát már a szabadságharc idején megszületett gyermekeink, felnőtt emberek lassan, meddig várjunk még? Az ország a Habsburgok elnyomása alatt sínlődik, semmi fejlődésre nincs lehetőség. Ha viszont megegyezünk, akkor azért jobb helyzetbe kerülünk. Nem a legjobba, de jobba. Tehát azt mondhatjuk, hogy ezek a gondolatok, ezek a meditálások vezethették valószínűleg oda az akkori magyar vezetők, magyar politikai élete, egyáltalán foglalkozó magyarok többségét, hogy Deáknak adtak igazat. És ebből megszületett a kiegyezés, az osztrák-magyar monarchia, a dualizmus, ami két államnak, Ausztriának és Magyarországnak az egyenrangú együttműködését jelentette, de most mi nyilván nem menjünk bele ennek a nagyon bonyolult szerkezetnek a részleteibe, ennek a működésébe, hanem csak arról fogunk beszélni, hogy a külpolitikája ennek az osztrák-magyar monarchiának hogyan alakult, kik jogosultak ennek az intézésére egyáltalán. A külpolitika és általában is minden külső ügy a Habsburg Birodalomnak a dualista átalakulása után is közös maradt. Egy központból, konkrétan persze Bécsből intézték, az uralkodó, a közös uralkodó által kinevezett közös külügyminiszter vezetésével, és a külpolitika erőszakosabb, mondjuk így aktívabb céljainak létrehozásához szükséges hadsereg is közös van. Tehát egy központból irányították, úgy tűnhetne, hogy semmi változás nincs, ez volt eddig is, 67 után is ez van, közös ügy marad a külügy, a külpolitika, de annyi változás mégiscsak van, hogy ennek a közös külpolitikának az ellenőrzésére jobbot kapnak a magyarok. Ez egyrészt van egy viszonylag bonyolult rendszer arra, hogy a magyar parlament egy bizottsága évente összeülhet és megtárgyalhatja a külpolitikának az eseményeit, és beszámoltathatja a közös külügyminisztert, számon kérheti, ráolvashatja az esetleges hibákat, bizalmatlanságot szavazhat neki, tehát van egy klasszikus parlamentáris jellegű ellenőrzési lehetőség, de miután ez egy évente egy-két hetes időszak, ezért ez érdemben már beláthatjuk utólag is, látjuk, nem volt egy komoly ellenőrzés, de van egy gyakrabb érdemi ellenőrzése a mindenkori magyar miniszterelnök. A magyar miniszterelnök felelős ugyanis a közös külpolitikáért is. És ezért, ha ő egy felelős, komoly politikus, akkor nyilván figyelnie kell arra, hogy mi történik, hogy azt az álláspontot képviselhesse a magyar parlamentben, a nyilvánosság előtt, a sajtóban, és hát minél inkább képben van, minél inkább képes ezeket a külpolitikai döntéseket befolyásolni, annál jobb lesz ez a külpolitika, annál jobban a magyar érdek fog ebben érvényesülni. De ez nincs leírva, hogy az év első felében azt csináljuk, amit a magyarok akarnak, a második felében, amit az osztrákok. Ezt nyilván nem is lehetne, ez egy kiismerhetetlen, káoszba vezető külpolitika lenne, hanem minden egyes konkrét ügyben leülnek tárgyalni, és az a tárgyaló fél kerekedik fölül, amelyik hatékonyabban, jobban érvelve meggyőzi a másikat, hogy inkább így legyen. Ami nagyon fontos még, hogy a Deák-féle elgondolás, ez az egész Habsburg-magyar együttműködés
azon az elgondoláson alapult, hogy Deák Ferenc a Habsburgokat a magyar terület védőjének gondolta. Tehát ha mi engedelmeskedünk a Habsburgoknak, ők cserében nekünk alkotmányt és szabadságot adnak, ez pluszban kiegészül még azzal is, hogy a Habsburg hadsereg a saját birodalmán belül megvédi Magyarországot is. Ha nem ellenségek, lázadók vagyunk Bécsből nézve, hanem tisztességes, engedelmeskedő alattvalók, akkor természetesen a Habsburgok minket is megvédenek. Tehát a Magyarországra, csak Magyarországra leselkedő veszélyek ellen is felhasználható lesz a nagyon erős Habsburg hadsereg. Nem attól kell félni, hogy ez túl erős és minket legyőz, mert mi már nem vagyunk egymás ellen, hanem örülni kell annak, hogy ez milyen nagy, erős, nagy hatalom, ez a Habsburg birodalom, mert megvéd minket is a minket fenyegető támadásokkal, lázadásokkal, bármivel szemben. Tehát érezzük, hogy ez egy érzelmi átfordulás is kellene, hogy legyen. A Habsburgok nem ellenségeink, hanem partnereink. A Habsburgok sikere a mi sikerünk is lehet, mert egy erősebb Habsburg birodalom minket is jobban meg fog tudni védeni. Persze ezt nehéz elfogadni, ugye mi is most két nappal vagyunk az aradi vértanúk emléknapja után, ugyanarról a hadseregről, ugyanarról a császárról beszélünk, érzelminek átállni egy egészen más gondolatiságra nem lehetett könnyű, és nem is sikerült nagyon sokaknak, de azonban úgy gondolkodott, hogy az érde azt kívánja, hogy a magyarok és a Habsburgok őszintén kezdjék meg ezt az együttműködést. 1867-ben tehát az osztrák-magyar monarchia egy ilyen háttérrel kezdi meg a most már magyar befolyás alatt is, vagy részben magyar befolyás alatt is lévő közös külpolitikáját intézni, és fölmerül a kérdés, hogy hogyan tovább, milyen irányt vegyen ez, érvényesül-e egyáltalán az, hogy a magyaroknak joguk van beleszólni a külügyekbe. Mert ha rögtön kiderül, hogy nincs, ugyanúgy folyik minden tovább, ahogy eddig, akkor lehet azt mondani, hogy kár volt az egészért. Rossz dolog a kiegyezés, Kossuthnak teljesen igaza volt, de hát elrontott mindent, akkor kár volt feladni a jogainkat. De nagyon úgy néz ki, hogy az első években azonnal kiderül, hogy bizony van magyar befolyás, és bizony a magyar érdeket egy tehetséges magyar politikus, a magyar miniszterelnök Andrássy Gyula érvényesíteni tudja. Rá tudja kényszeríteni a maga akaratát az osztrákokra, hogy a fő tárgyaló partner az akkori külügyminiszter, akiben látható Bajsz Bár. Mi az osztrák hagyományból táplálkozó külpolitika? Vereséget szenvedtünk Bismarcktól, vágjunk vissza. Keressünk szövetséget azért, hogy a oroszokat legyőzhessük és visszaszerezhessük az ott elveszített pozícióinkat. Ehhez egy francia barát külpolitika kellene, harmadik Napóleon szívesen fogna össze Ferenc Józseffel, hogy a oroszokat megleszkésztessék, de Andrássy ezzel nem ért egyet. Andrássy azt mondja, hogy lehet, hogy Ferenc József hiúságát sérti ez a csúnya vereség, de magyar nemzeti szempontból egy erős Németország nem olyan rossz dolog. Hosszú távon ez a Németország nekünk partnerünk lehet Oroszország ellen. Ugye, magyar liberális politikus, aki már a szabadságharcban is foglalkozott külpolitikával, ugye ő volt a Batthyány kormány idején Konstantinápolyi küldöttünk, ugyanezt a hagyományt próbálja továbbvinni. Nyilván 20 év alatt nagyon sok megváltozott, és át kell alakítani sok-sok részletet, de az irány ugyanaz. Félünk az oroszoktól, miért félünk? Mert zsarnokiak, mert nem tűrik a szabadságot, és mi akarjuk a szabadságot, és még, hát ezt is hozzátehetjük persze, félő, hogy az orosz cár minden ortodox vallású embert akar maga irányítással lábozni, Magyarországon bizony élnek ortodox vallású emberek, románok, szerbek, őket föl fogja ellenünk vázítani, és még ezen túlmenően minden szlávnak is a vezetője kíván lenni, hát szlávban meg aztán még inkább van, horvátok is, szlovákok is, ruszinok is, tehát a cártól minden szempontból tartanunk kell, föllázíthatja az itt élő nem magyarokat, destabilizálhatja Magyarországot, és nem is szeret minket, mert mi liberálisak vagyunk, ő meg zsarnoki rendszer működte. Tehát kell valaki, aki megvéd minket a cártól. 48-ban a németekben reménykedtünk, nem sikerült. Mert nem sikerült a német egység. Most sikerül a német egység.
Van egy esély arra, hogy ez az új, erős Bismarcki Németország, ugye nem liberális kimondottan, ezt nem lehet mondani, de Bismarck egy konzervatív politikus, de mégis egy egységes, erős Németországot vezet, hát ha felhasználható lesz az oroszokkal szemben egy osztrák, vagy elsősorban is magyar érdek megvalósítása. Tehát Magyarországnak, gondolkodik Andrássy, egyáltalán nem érdeke, hogy a franciákkal szövetkezve visszaszorítsuk a németeket. A németek jók lesznek talán nekünk még később. És itt ez a két elgondolás csap össze egymással 1870-ben, amikor kitör a francia-német háború. Az osztrákok közül többen javasolnák azt, hogy álljunk a franciák oldalára, Andrássy viszont azt mondja, maradjunk semlegesek. Ne foglaljunk állást. Ha a franciák egyedül is legyőzik a németeket, hát akkor megint nem sikerült, zárójelbe tegyük az egészet, de ha a németek nyerik a háborút, akkor lehet továbbvinni ezt az elgondolást. Mi történik? A Habsburg Birodalom, az osztrák-magyar monarchia semleges marad. Ferenc Józsefet minden bizonyal azzal győzték meg elsősorban, hogy a háború sokba kerül, és 4 évvel egy vereség után még nem sikerült regenerálni ezt a hadsereget, tehát ez az óvatosság, ez befolyásolhatta az uralkodót, de a lényeg az, hogy semleges marad a monarchia, vagyis az történik, amit a magyar miniszterelnök. A magyar befolyás érvényre jutott. A magyar befolyás érvényesül. Tehát ez egy nagy, komoly európai válság pillanatában bizonyítja, hogy ez a dualizmus ez valóban működőképes, valóban képesek a magyar politikusok a magyar érdeket ezen a nagyon bonyolult mechanizmuson keresztül is képviselni, keresztül vinni. Tudjuk, ezt a háborút megnyerik a németek, létrejön a nagy német birodalom, Észak-Németországtól Bajorországig a Habsburg területek kizárásával, és ezzel azt mondhatjuk, hogy az Andrássy féle elgondolás felé lehet majd további lépéseket tenni, nem biztos, hogy rögtön, nem biztos, hogy azonnal, de ez már önmagában jelzi, hogy a dualizmus, mint létező államforma, az megszilárdul. 1871-ben, tehát nem sokkal a francia-német háború befejezése után a nagyon jó képességű Andrássy Gyula lesz az új közös külügyminiszter. Ez jelzi azt is, hogy a Habsburg oldalról sem ellenségként tekintenek már minden magyarra. A legfontosabb pozíciót, ugye a császár utáni első politika csináló intézmény vezetését, a külügyminisztérium vezetését egy magyarra bízzák, egy liberálisra, egy volt forradalmára, ugye tudjuk, akit halálra ítéltek a szabadságharc után, és később kapott csak kegyelmet. Tehát ez látszik, hogy ez az érzelmi átfordulás, ami nehezen megy a magyaroknak, az a Ferenc Józsefnél valamennyire működik. Megbocsát Andrássynak, sőt, maga mellé veszi, és azt mondja, hogy kedves gróf Andrássy, csináljuk együtt a külpolitikát. Mi is lenne akkor tehát az Andrássy féle külpolitikának a fő célja? Hát természetesen egy orosz ellenes szövetség létrehozása a németekkel. Csak az a gond, hogy a németek vezetője, Bismarck, erre nem hajlandó. Tehát hiába áll elő Andrássy azonnal ezzel a javaslatával, a németek azt mondják, hogy mi Európa legerősebb hatalma vagyunk, mi egyáltalán nem szorulunk rá arra, hogy bárkivel szemben szövetkezünk, mert mindenki tőlünk fél, ráadásul nekünk semmi további célunk nincsen, amit el akartunk már foglalni, ezt elfoglaltuk, itt van a szép, nagy, egységes Németország, mi ezt akarjuk megvédeni. Mi passzív külpolitikát akarunk. Mi mindenkivel jobban akarunk lenni, aki elismeri, hogy mi vagyunk a nagy Németországban. Az oroszokban is. És nem akarja Bismarck, hogy ez a magyar itt összeugrassza az oroszokat meg a németeket, amikor abból neki, mármint Bismarcknak semmi haszna nem származ. Úgyhogy udvariasan, de elutasítja Andrássynak a felkérését, sőt, elleni javaslatot tesz, azt mondja, mi jobban vagyunk az oroszokkal, éptől fogva, Bismarck személyesen is nagyon jó pétervári kapcsolatokkal rendelkezik, ott volt követ éveken keresztül. Miért nem békültök ti is ki velük? És akkor hároman jóban lennénk. Minden marad úgy, ahogy van, a hármas együttműködés stabilizálná ezt a régiót, ez mindenkinek jó. Nekem jó, mert marad a nagy Németország, nektek jó, mert az osztrák-magyar monarchia megmarad, és hát az oroszoknak se rossz, mert őket se fogja senki így akkor megtámad. Andrássy erre igent mond, mert nem tud mit mondani más. Azt mondja erre Andrássy, hogy hát ez fele részben pont az, amit én akarok, megvalósul egy német-osztrák-magyar együttműködés.
És van egy részben az ellentéte annak, amit én akarok, muszájokba lennem az oroszokkal, hol ott utáljuk egymást. De még mindig jobb így, mintha semmilyen szövetség nem stabilizálná a helyzetet. Ezért jön létre azután Andrássy beleegyezésével 1873-ban az úgynevezett három császár, tehát a német császár, osztrák császár, orosz cár szövetsége Andrássy vezetésével. Ami egy nagy megdöbbenést kelt a magyarokban, hogy hogy lehet az, hogy a mindig orosz ellenes, mindig liberális magyar Andrássy karonfogva sétál a cárral, meg az ő külügyminiszterével. Zárójelben meg lehet jegyezni egy anekdotát, ha megengedik, hogy ugye, amikor szó szerint ezt kérdezi, hogy miért karonfogva sétál az orosz külügyminiszterrel, akkor azt válaszolta erre András, hogy azért, mert én biztos vagyok benne, hogy nem lök be a szakadékba, tehát azért óvatos maradt ő, de inkább az a fontos szempont itt számunkra, hogy Andrássy nem azt csinálja, amit szívéből csinálna, amit szeretne, hanem azt, amit lehet. Amit a nála erősebb hatalmak Magyarország, illetve az osztrák-magyar monarchia számára mozgástérként, lehetőségként meghagytak neki. Nem ideális, nem a legjobb, hanem az optimális, a lehető legjobb. Legalábbis ő így gondolja. Ez a rendszer, ez a német, orosz, osztrák-magyar együttműködés egészen szépen működik, amíg a Balkánon, már sok ilyen példa lesz még ezután is, problémák merülnek föl. Nagyon röviden tekintsük át, hogy milyennek a balkáni probléma halmaznak a lényege. Elsősorban is az, hogy a Balkán ekkor még uralma alatt tartó szultán nem képes fenntartani a rendet, és az itt élő kis keresztény népek, szerbek, románok, albánok, görögök, bolgárok, stb. Szeretnének önállóbbak lenni. Időnként felázadnak, időnként egymással is harcolnak, és a szultán nem képes ezt a káoszt uralni. Vagyis lehetőség nyílik arra, hogy beavatkozzanak külső hatalmak ebbe a káoszba. Kik akarnak itt elsősorban beavatkozni? Tudjuk jól az oroszok, mert azt mondják, hogy mi vagyunk ezeknek a kis ortodox népeknek a védőkei, és mi vagyunk az itt élő szlávoknak is a védőkei, ugye pászlások is gondolatmenszer a jegyében, tehát az oroszok eséllyel fogják ezeket a kis népeket a maguk befolyása alá vonni. Jó ez az osztrák-magyar monarchiának? Megfelel ez a magyar érdeknek? Egyáltalán nem felel meg, hiszen az oroszok már így is erős, veszélyes ellenfeleink. Ha további pozíciókat szereznek, most már nem csak tőlünk északra, meg keletre, hanem délre is, veszünk el ittre. Mi tehát akkor a cél? Megakadályozni az oroszok pozíciószerzését. Hogyan lehet ezt megcsinálni? Milyen legyen a Habsburg Birodalom balkán politikája ezek után? Andrássy, aki az első számú felelőse ennek, mit tehet? Milyen lehetőségek vannak ennek a célnak, balkáni politikai célnak a megvalósításához? Először is elképzelhető egy olyan, hogy a törökök támogatását próbáljuk fölvállalni. A törökök jó szomszédok, meg gyenge szomszédok. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy segítjük felbomlani a török birodalmat, és direkt támogatjuk ezeket a kicsi népeket, szerbeket, románokat, bolgárokat, hogy legyen nekik saját önálló államuk, mert ez a gondolkodás, ezek kis pici államok lesznek hozzánk a nagyhatalom osztrák-magyar monarchiához képest, tőlük félni nem kell. Ha meg mi még segítettünk is nekik, akkor nekünk lesznek hálásak, és nem a cáratuskán. Ez egy szabadságpárti elgondolás, de van egy harmadik is, hódítsuk meg közösen az oroszokkal, most még senkinek nincs ott semmilyen, nyeljük le ketten az egészet, a fele a tietek, a fele a miek. Azt tapasztalhatjuk, hogy ez a három irányzat alapvetően váltakozni fog a következő 50 évben, és attól is függ, hogy éppen ki a külügyminiszter, hogy mit csinálnak. Amikor egy magyar a külügyminiszter, mint Andrássy, akkor a kis népek támogatása kerül előtérbe, amikor egy osztrák vagy egy konzervatív, akkor inkább az oroszokkal való együttműködés. Konkrét esetet egy kicsit bemutatva, hogy lássuk ennek a működését. 1875 és 78 között nyílt háborúság van a Balkánon, a lázadásokat a törökök leverik, emiatt az oroszok beavatkoznak, legyőzik a törököket, nem mondom el a részleteket, annyira most ez nekünk nem is fontos. Az azonban inkább érdekes, hogy az orosz győzelem pont oda vezet, amit a magyarok el akartak kerülni, hogy az oroszok óriási befolyást szereznek a Balkánon. Mit lehet csinálni? Ugye itt most már nem az, hogy megelőzni kell, hanem reparálni, helyrehozni a bajt, amit meg kellett volna akadályozni, és nem sikerült. Ugye fölmerül az, magyar politikusokban támadjuk meg az oroszokat.
ugye milyen jó lenne, az osztrák hadsereg is velünk van most már, ugye nem a magyar honvédeknek kell csak oda lenni, az egész nagy Ferenc Józsefi hadsereg támadja meg az oroszokban, és hát ha legyőzzük őket. Anglia is támogatná ezt az egész vállalkozást, legalábbis egy ideig úgy tűnik, mert az angolok féltik a tengerszorosokat, ha azt az oroszok elfoglalják, és a háború során nagyon közel jutottak már hozzá, akkor az angolok tengeri fölénye is veszélybe kerülne. Tehát az angolokra talán, vagy valószínűleg lehet számítani. A németekre nem, ezt tudjuk, a németek azt mondják, hogy őket ez egyrészt nem érdekli, másrészt ők nem akarnak senki mellé állni, oldjátok meg békésen, mi nem fogunk ebben állást foglalni. Tisza Kálmán magyar miniszterelnök az egyik leghangosabb, aki mondja a tárgyalásokon, hogy kéne egy háború. Adrássy is azt mondja, de Ferenc József elzárkózik. Ez magyar ügy, ti magyarok utáljátok az oroszokat, én nem utálom. Ez közös hadsereg, közös birodalom, közös külpolitika, nem magyar, nem azt fogom én csinálni, amit ti akartok. Persze fordítva is igaz, ugye én 1870-ben azt akartam, hogy álljunk a franciák mellé. Ti azt mondtátok, ne, jó, nem álltunk. Ti most azt mondjátok, hogy támadjuk meg az oroszokat. Én azt mondom, hogy ne. Hát akkor ez is legyen így, akkor itt se csináljuk ezt. Tehát a kompromisszum kötések állandó kényszere működik itt is. Senki nem kényszerítheti rá a másikra az akaratát úgy, hogy a másiknak ez nagyon nem tetszik. Most a magyarok akartak valamit, az osztrákok megállítottak. De hát azért Andrássy a külügyminiszter, és annyit sikerül elérnie, hogy akkor nem háborúval, hanem egy békés megoldással, egy konferenciával, egy nemzetközi konferenciával kell visszaszorítani az oroszokat, és ebben az angolok már teljesen támogatják őket, így jön létre a berlini kongresszus, ahol átrajzolják a Balkán térképét, és azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon nagy siker Andrássynak személyesen is, meg az osztrák-magyar monarchiának és azon belül Magyarországnak is. A Magyarországot különösképpen veszélyeztető nagy orosz előrenyomulás a Balkánon megszűnik, kiszorítják őket, rákényszeríti őket az angol, osztrák-magyar és részben csatlakozó német nyomás a berlini kongresszuson, hogy fogadják el, hogy ugyan a háborút nagyon megnyerték, de a békét csak kicsit fogják megnyerni. Nem lesz egy nagy orosz befolyás alatt álló Bulgária, hanem csak egy pici rész lesz belőle. A török visszakapnak területet, és a monarchia jogot kap arra, hogy az orosz befolyás ellensúlyozására bevonuljon a csapataival Bosznia-Hercegovinába. Ezt hívják ugyebár okkupáció. Most megint érdemes megállni egy picit, későbbiekben nem ilyen részletesen fogom ezt ismertetni, ne féljenek, nem fogunk itt étvédig üldögélni, hanem csak azért nézzük ezt meg, mert ez egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan működik a magyar érdek érvényesülése, vagy a magyar sérelmeknek az elfogadottá tétele. Az alapkérdés tehát az, hogy magyar nemzeti szempontból jó dolog-e az, hogy a monarchia uralma alá kerül Bosznia. Magyarként örülünk ennek, vagy sem? Most tegyük zárójelbe azokat a nagyon lelkes hazafiakat, akik azt mondják, hogy hát egykor Bosznia királya volt, mint tudom én, második Béla, és hát most megint itt tartunk, és ez megdobogtatja a szívemet. Ez érzelmi kérdés, nyilván nem erről beszélünk, hanem érdekek. Magyar nemzeti érdeke, ha a Habsburg Birodalom a Balkánon terjeszkedik. Hát én elég egyértelműen jelzem a szlájdon is, hogy nem. Miért nem? Azért nem, mert az a dualista rendszer és az a magyar uralom, ami ezen belül Magyarországon kialakult, az veszélybe kerülhet egy ilyen terjeszkedő külpolitika hatására. Miért? Azért, mert meghódítunk egy új területet. Kik élnek ezen a területen? Hát balkániak, délszlávok, ha másfelem megyünk, akkor románok, de biztos, hogy nem magyarok. Vagyis, ha ezeket a területeket Magyarországhoz csatoljuk, akkor a Magyarországon belüli etnikai arányok a magyarság kárára fognak megváltozni. Kb. 50-50% ekkor a magyarok meg a nemzetiségek aránya, jön még 1-2 millió délszláv, hát akkor rögtön 50% alá süllyedünk, nehéz lesz fenntartani a magyar befolyást, ezt ne csináljuk. Mi, Magyarország, nem kérünk újabb területeket, nem kérünk nem magyar lakosságot. Ugye másminek nincsen, az összes magyar Magyarországon él, most nagyon kevés, és akkor még nem igazán figyel középpontjában álló csángót, nem idevére, magyar esetben. Hát akkor kapja meg Ausztria. Nekünk nem kell, legyen az osztrákoké. Ez is egy logikus megoldás volna. Na de mi lesz akkor a dualizmusból? A
hogyha az osztrákok növekednek, erősödnek, nagyobbak lesznek, akkor jogos lenne a részükről egy olyan felvetés, hogy hát ez az 50-50%, ez a mind a kettőnek ugyanannyi jogunk van, ez most már igazságtalan, mert mi sokkal nagyobbak vagyunk, meg eddig is gazdagabbak voltunk, akkor ez kerülne veszélybe. Harmadik logikus megoldás lenne a hódításnál, hogy egy közösen igazgatott harmadik egység lenne, de ennek meg az a veszélye, hogy ebből a harmadik egységből kinő egy harmadik külön egység, és a dualizmusból trializmus lenne, vagyis az 50-50% helyett egy harmadnyi befolyásunk lenne a dolgok. Magyarán, itt ez szépen kiderül, a magyarok nem hódításpártiak. A magyarok egy passzív külpolitikában gondolkodnak, mert azt gondolják, hogy mi pont jól vagyunk, ahogy vagyunk. Osztrákok, magyarok egyensúlyban, Magyarországon belül megvan a magyar irányítás lehetősége, ha ezt egy picivel többen még megtákoljuk, hozzáteszünk, az csak rontott. Ehhez képest Tisza Kálmán magyar miniszterelnök elfogadja az okkupációt, és aki véghez viszi, az egy másik magyar, András. Hát akkor ez hogy van? Ők elárulták a magyar nemzeti ügyet, ők bolondok, ők mindezt nem értik, nem, nyilván nem, hanem arról van szó, hogy ez egy kisebbik rossz választás. Az egyik logika, amit az előbb bemutattunk, az a magyar nemzeti érdek, a másik logika a külpolitika logikája. Ha nem lesz a monarchiája ez a terület, akkor az oroszoké lesz. Ha az oroszok befolyása alá kerül ez a terület is, akkor a monarchia mint egész fog hátrányt szenvedni. És ha a monarchia mint egész szenved hátrányt, akkor minket is hátrány ér, hiszen mi a monarchiában benne vagyunk, mi annak a részei vagyunk, ha a monarchia gyengül, minket se tud olyan jól védeni. Tehát nem magyar szempontból, nem közvetlen magyar érdekből, hanem a közvetlen magyar érdek ellenére kell megszerezni Boszniát, hogy ne legyen az oroszoké, és hogy a monarchia nagyhatalomként megmaradjon erős. Ez már egy nagyon komoly kompromisszum, és ahogy néhány adatot írok is, nagyon népszerűtlen. Az Andrássy ezzel az egészen elveszíti a népszerűségét, és hamarosan távoznia kell. Azonban, még mielőtt távozik, 1879-ben végre megteheti azt, amiért az egész külpolitikáját csinálta. Szövetséget köt Németország. Hogy tudja ezt megcsinálni? Ez megint a berlini kongresszusból következik. A berlini kongresszuson végül is az osztrák-magyar és az angol-orosz ellenesség nyert, és bár a Bismarck megpróbált egyensúlyozni, az oroszok megharagszanak a németekre, és azt gondolják, hogy ha már mi szövetségesek vagyunk, már Oroszország és Németország, akkor igazán kiállhattatok volna mellettünk. És erre hiába mondja Bismarck, hogy jó, de mi a monarchiának is szövetségesei vagyunk, az oroszok megsértődnek, és ez az előbb már emlegetett három császár egyezmény, ez felbomlik. Az oroszok kiáltálnak az egész. És ezt a pillanatot, ezt a most keletkező rést használja ki Andrássy, és megismétli a javaslatát Bismarck. Látom, kedves Otto, hogy rosszba vagy az oroszokkal. Tessük szövetséget, védjük meg egymást az oroszokkal szemben. Ez most már egy más helyzet, és erre a Bismarck igen tudott. Nem azért, mert ő tényleg az oroszokat meg akarja támadni, ilyenről a szerződésben, ebben az úgynevezett kettős szövetségben szó sincsen, ez egy védelmi szerződés, az oroszok megtámadják valamelyiket, akkor másik segít. Persze ez már a végig gondoljuk, kinek jó, elsősorban nekünk jó, a monarchiának jó, az oroszok a németeket úgyse fogják megtámadni, mert a németekről félnek, azok erősek, ott nincsenek is szláva, tehát nagyon kevés lengyel, de azok mindig csak a baj volt. Magyarországot akarják megtámadni, a monarchiát akarják megtámadni, tehát gyakorlatilag ez a szövetség minket véd inkább, mint a németeket. Arról nem beszélve, hogy a németek nálunk erősebbek, tehát az ő segítségével többet ér, mint a miénk, mert ezzel annyira nem vagyunk erősek. De ez az a pillanat, amikor a németekre ezt rá lehet kényszeríteni, és Andrássy zsenialitása éppen ebben van, hogy felismerte ezt, türelemmel várta addig, és amikor lehetett, keresztül tudta. Majd utána lehet, mert a magyarok már nem szeretik. Tehát ebből is látszik talán az, hogy a sikeres, az ország érdekeit szolgáló politika nem mindig népszerű. Andrássynak is csak utólag adnak igazat, a szobrot is majd a halál után 15 évvel készítik el neki a parlament előtti téren. De az utókor nagy magyar politikusként gondol Andrássyra, és úgy gondolja, hogy a pillanatnyi népszerűtlen lépések sorozatából egy jó, a magyar érdeket igenis képviselő politika jött létre, és egy olyan politika, ami nagyon fontos, mert ez a német-osztrák-magyar együttműködés, ami az első világháborúig kitart, mint tudjuk,
az adja meg az igazi biztonságot a monarchiának, és azon belül Magyarország. Ez az, ami jó lett volna, ha létrejön 48-ban, de akkor nem sikerült. Ez az, amit 1871-ben is akart volna Andrássy, de akkor se sikerült, de most sikerült, és hosszú távon működik. És amióta ez ismert dolog, hogy a minket a németeknek védenének, ha bántana valaki, azután nem is bánt minket senki, mert a németektől félnek. És ez adja meg a stabilitást az osztrák-magyar monarchiának, és ez adja meg a békés gazdasági, kulturális fejlődés lehetőségét Magyarországnak is. 79 után nincsenek komoly válságok, mert nem kell félnünk, a németek majd megvédenek minket. Az 1880-as évek ennek utána nyugalomban és békében telnek, nincsenek komoly nagyhatalmi konfliktusok, ez a német-osztrák-magyar együttműködés, ez egy nagyon erős, stabil rendet ad az európai helyzetnek, olyannyira, hogy még mások is örömmel csatlakoznak hozzá, tudják, hogy ez egy békés, terjeszkedni nem kívánó, a fennállót védő passzív külpolitikát akar, senkit nem akar megtámadni, és senkit nem akar bántani, de a védelme, a biztonságnyújtó képessége meg igen nagy és igen vonzó, ezért lesz ennek a rendszernek tagja Olaszország is, és átalakul a kettős szövetség ezáltal hármas szövetségé, majd csatlakozik hozzá, igaz, csak titokban a Románia is, hát ugye Romániát nem tisztelik meg azzal, hogy ilyen négyes szövetségnek titulálják ezt az egészet, hogy a Románia nagyon fontos ország akkor még, de minden esetre látszik, hogy az egész közép-európai régió ennek a német-osztrák-magyar-olasz hármas szövetségnek a stabil, passzív együttműködésében működik. Ez, ahogy említettem, nyugalmas, békés éveket, sőt évtizedeket ad Európának, mert hogyha belegondolunk, 1878 az orosz-török háború után az első világháborúig nincs olyan európai háború, Európa területén folyó háború, amiben nagyhatalom részt venne. Csak kis balkáni háború. Nagyhatalmak semmiben nem vesznek részt. Külső részeken, igen, Afrikában legyőzik a szegény törzsi államokat, Indiában az angolok hódítanak, de Európában béke van. Európában nagyhatalmak nem nyúlnak fegyverhez. És azért elsősorban, mert ez a német ország köré szerveződött nagy szövetségi rendszer, ez fenntartja a rendet és a nyugalmat. És ahol nyugalom van, ott van lehetőség a fejlődésre, és hát igazából ezt nem kell mondani, mert Marosvásárhelyen az ember körülnéz, vagy Budapesten körülnéz, ahonnan én jöttem, azok a belváros máig meghatározó épületek, számos intézmény is ebben a nyugalmi periódusban jönnek létre. Ez a külpolitikai stabilitás adja meg a valóban békés fejlődés. Van azonban egy olyan következménye is ennek a békés, nyugalmas külpolitikai periódusnak, hogy az emberek nem foglalkoznak a külpolitikával, eseménytelen, unalmas, nincs semmi, amire érdemes lenne figyelni, ebből következően nem érdekli őket. Átlapozzák a külpolitikai híreket az újságban, mert nem fontos, nem érdemes, nem változtat a sors. És ez az elfordulás a külpolitikától, ez kitart még akkor is, amikor már van külpolitikai változás, már az európai nagyhatalmi politikában átrendeződés indul meg. Ilyen elsősorban is a képen látható II. Vilmos trónra kerülésének a következménye. II. Vilmos két év után menezti, kvázi nyugdíjaztatja Bismarckot a német kancellár, és azért, mert egy új típusú, aktívabb, nem Európában, hanem Európán kívül, de terjeszkedő német külpolitikát szorgalmaz, ami megfelel egyébként Németország növekvő erejének. Nem Vilmos egyéni akaratán múlik ez csupán, hanem azon is, hogy a német gazdaság érdekei követelnek új piacokat, gyarmatokat, a gyarmatokhoz való szállítás biztonságát garantáló erős hadiflottát, tehát logikusan lesz egy erőteljesen külpolitikája Németország. És a németek önbizalma is megnő természetesen, 20 éve egységes, nagy, erős német államról beszélhetünk, nem kell félni senkitől, ezért nem is kell nekünk olyan szoros szövetség senkivel. Nem akarunk mi rosszba lenni senkivel, de nem fogunk túl nagy engedményeket tenni azért, hogy valaki velünk jóval legyen. Ha akar lesz, ha nem akar nem lesz, akkor se féljük tőle. Ez egy más hozzáállás Berlin részéről, és ennek a következménye az, hogy megint eltávolodik Németországtól a cár, és a cár
Franciaországgal kötett szövetségét. Tehát már nem arról van szó, hogy Európában egy hatalmi blokk van és a többiek kívül vannak rajta, hanem kezd formálódni egy ellenséges, alternatív blokk, ez a francia-orosz együttműködés, ami azonban még Magyarországot és a monarchiát nem érinti, az oroszokkal eddig sem voltunk jóban, az, hogy most a franciákkal ők szövetkeznek, az minket nem érdekel, a franciákkal nekünk se határunk közös, se érdekünk közös, se ellentétünk nincsen, minket magyar szempontból ez nem befolyásol, marad minden úgy, ahogy eddig volt. A magyar elit tehát továbbra is kitart a külpolitikáról való gondolkodásban az eddigiek mellett, alapvetően nem érdekli, és alapvetően jónak tartja azt, ahogy eddig mentek a dolgok, német barátság, stabilitás, biztonság, kivétel számba megy Magyarországon az olyan politikus, aki ne lenne német barát. Nyilván itt a német nyelv ismeretét, a német kultúra hatását is érdemes hangsúlyozni, de itt valójában a magyar nemzeti érdekről van szó, gyakorlatilag a politikusok 90%-a azt gondolja, hogy Németországgal kell együttműködnünk, ha a németek velük jobban vannak, védenek minket, akkor nekünk nincs még mitől félnünk a világon, fejlődhetünk tovább akár a csillagoségig. Egy-két kivétel van, csak ne is beszéljünk róla, tényleg megfontosabb. A monarchián belül is lesznek persze olyan körök, amelyek fellépnek a magyarok túlzásaival szemben. Ezeknek a vezér alakja a trónörökös Ferenc Ferdinánd főherceg lesz, akiről általában is közismert, hogy nem szereti a magyarokat. Ha egy kicsit őszintébbek leszünk, akkor azt mondhatjuk, hogy az ilyen magyarokat nem szereti, akik az ő szavait idézném inkább, hőzöngenek, túlzóak, radikálisak, forradalmárok, és nem hajlandó beilleszkedni a abszolút birodalom. Nem jó alattvalók, nem ilyen alattvalókat akar majd ő. Ezért ő egészen eltérő Habsburg birodalomban gondolkodik, olyan van, amikor a magyarok semmilyen befolyás ne juss, semmilyen befolyáshoz ne juthassanak, mert hát a nagybátyám, a Ferenc József kiegyezett velük 67-ben, aztán 30 év után ide jutottunk, hogy most leáll az egész, nem működünk, mert a magyarok itt idefél túlzásokba esnek. Vegyük el a jogokat a magyaroktól, és alakítsuk át az egész birodalmat, centralizáljuk, vagy csináljunk bármit, de a magyaroktól vegyük el a hatalmat, mert a magyarok visszaélnek a hatalmukat. Ezt mondja nagyon röviden Ferenc Ferdinánd, kidolgoznak a tanácsadói egy csomó-csomó tervet, van centralizáló terv, van trializmus, a következőképpen látható dián a térkép mutat egy föderalista elgondolást, nem mint egy erdélyi román politikus, például egy Popovics dolgoz ki, de látszik, hogy a dualizmushoz képest mindegyik rosszabb Magyarország számára. És azt mondhatjuk, hogy bár 1867-ben még azon gondolkodtak a magyarok, hogy a dualizmus az jó vagy rossz, most már az a kérdés, hogy ha meghal Ferenc József, akkor a dualizmusnál is rosszabb lesz. És nem az, hogy teljesen független lesz a Magyarország, hanem hogy még a dualizmusból is el fog venni tőlünk az új császár, ha trónra jut, ezt ugye, mert nem tudja senki, hogy nem fog trónra jutni, az a logikus, hogy van meghal a Ferenc József, akkor is 70 éves, majd jön a unokaöccse, a trónörökös, aztán ő uralkodik, ki tudja meddig. És ő már nem fog minket szeretni. Zárójel, Ferenc József szeret minket, ezt nem állítja senki, csak a Ferenc József azt gondolja, hogy a magyarokkal együtt lehet működni, mert együtt is kell. Ez megad egy bizonyos stabilitást a monarchiára. Ferenc Ferdinánd azt mondja, hogy nem, a magyarokkal nem akarok együtt. És persze a magyar ellenzéknek a radikalizálódása egyes magyar politikusokban is új gondolatokat ébreszt. Ezek közül most csak egyet, a legfontosabbakat szeretném kiemelni, ez Tisza István. Az a Tisza István, aki a leghatározottabb, legkarakánabb, legkeményebben fellépő politikus, a 67-es kiegyezést megszilárdítani kívánó politikusok közül. Ő vállalja a népszerűtlenséget is, és azt mondja, lehet nektek érzelmi szempontból igazatok, de a magyar érdek akkor is a hadsereg megerősítését kívánja. Ha ti ezt megakadályozzátok, akkor én pedig titeket ki foglak rakni a parlamentből, ha törvényes ez, ha nem, ha tetszik ez, ha nem, ha népszerű ez, ha nem. Vállalja azt, hogy a legfőbb nemzeti érdek a hadsereg megerősítése, ehhez képest senkit nem érdekel, hogy most ez házszabályszerű, vagy milyen paragrafussal kellett volna ezt csinálni, vagy milyenvel nem. A lényeg az, hogy a lényeg működjön. Persze ez egy nagyon népszerűtlen álláspont, de van benne logika, sőt a nemzet féltése szól ebből a nagyon kemény Tisza Istváni fellépésből, és azt is fontos hozzátennünk, hogy ő azért akarja megszilárdítani a dualizmust, hogy bebizonyítsa, hogy de igenis ez működőképes állam, működőképes rendszer. Nem kell leváltani egy centralistára,
vagy egy föderalistáról. Ő már a jövőre számít, hogy jön majd a Ferenc Ferdinánd, és nem mondhassa azt, hogy hát kedves magyarok, kaptatok 30-40 évet a dualizmussal, ezt csináltátok belőle, elveszem tőletek a befolyást, elveszem tőletek a hatalmat. Hanem egy olyan államot kell majd megörökölnie a Ferenc Ferdinándnak, ami működik, amit a magyarok működtetnek, hogy eszébe se jusson változtatni, mert nyilván, hogyha fut a szekér, akkor nem fog változtatni. Ha baj van, akkor jogos a változtatás. Tehát a Ferenc Ferdinánddal is szemben, meg a magyar ellenzékkel is szemben gondolja azt Tisza, hogy vissza kell térni a dualizmus működőképes, Deák Ferenc által elgondolt rendszeréhez. Van egy hosszú idézetem, ki óhagyja, olvassa el. A lényeg az, hogy a magyaroknak teljes szívvel, lélekkel támogatni kell a Habsburg Birodalmat, mert azok mi vagyunk, és az minket is megvéd. És nekünk is szükségünk van az erős Habsburg hadseregre, mert az minket is megvéd. Mehetünk tovább. Miközben ezek a nagyon éles magyar politikai viszályok zajlanak a 20. század első 10-12 évében, az alatt az európai nagypolitika is egyre viharosabb lesz, és ez a francia-orosz blokk meg a német vezetésű blokk egyre élesebben kerül egymással szembe. A németek egyre erőteljesebben igyekeznek a befolyásukat érvényre juttatni, és ez egyre nagyobb pánikot vált ki a másik oldalon. Olyannyira, hogy az eddig inkább semleges Anglia is kezd féltékenyé válni a németekre, túl erős már Németország, gazdasági fejlődésében befogta, egyes fontos területek elé is hagyta Angliát, az angol flottát veszélyeztetheti, ha a német flotta fejlesztés tovább folyik, ezért Anglia először a franciákkal köt egy szerződést, ugye ez lesz a híres Antant, azután az oroszokkal is bizonyos kérdésekben kompromisszumot köt, és így azután Németország szinte be van kerítve a francia-angol-orosz hármas szerződést, a későbbi Antant, ez már komoly ellensúly, ez már erősebbnek tűnik, mint a németek vezette Közép-Európai együtt. Ez nem derül ki azonban rögtön azért, mert ennek a hármas angol-francia-orosz együttműködésnek az egyik szereplője, főszereplője, Oroszország pont ezekben az években vereséget szenved váratlanul Európán kívül, ez az orosz-japán háború, és azután forradalmi hullám önti el a cári birodalmat, és ezért úgy tűnik, hogy ez egy nem is annyira veszedelmes és nem is annyira aktív politikára képes ellenfél, úgyhogy nem látszik ez még ekkor ennyire súlyosnak, és főleg a magyarok nem veszik észre, hogy ez a német ellenes blokk, ez mennyire veszélyeket jelent. Sőt, az oroszoknak az időleges visszaesése lehetőséget biztosít a monarchia számára, hogy aktívabban lépjen föl. Ennek az aktív külpolitikának persze a Balkán lesz a terepe, és a Bosznia-Hercegovinának a már 30 éve a monarchia irányítása alatt álló két tartománynak a bekebelezéséről, annexiójáról beszélhetünk. Ez tulajdonképpen abból áll, hogy Ferenc József közé tesz egy nyilatkozatot, hogy most már nem csak adminisztrálok, hanem a saját birodalmam részének is tekintem ezeket a területeket. Kiket sért ez elsősorban? Sérti egyrészt a törököket, akiktől ez átkerül a Ferenc József területévé, és ki sérti a szerveket, és erről picit beszélni kell. A szervek ugyanis ekkorra már a monarchia befolyása alatt álló pici államból egy véres dinasztiaváltás után, egyrészt egyszerűen szerpisztek lemészárolják a királynak feleségét, egy új dinasztia, egy orosz barát dinasztia kerül Szerbia élére, most már az oroszok ügynökeiként tevékenykednek, és a saját nemzeti aspirációikat Bosznia megszerzésében, és általában egy nagy délszláv birodalom kialakításában látják. És a Bosznia annexiójának a bejelentése egy hosszú válságot eredményez, a szerbek tiltakoznak, az oroszok szintén tiltakoznak, miután az oroszok szövetségesei a franciák, ők is ellenük fordulnak, és látszik, hogy ez a két blokk mégiscsak fontos, mégiscsak szerepet játszik, a monarchia mellett csak a németek állnak ki, tehát megint kiderül, hogy a német szövetség bizony nagyon fontos. A balkáni helyzet azután további háborús eseményekkel változásokat eredményez. 1912-13-ban két balkáni háború is gyors egymás után van lefolyik, és a kettőnek együtt szemlélve a végeredménye nagyon kedvezőtlen a monarchia számára, mert azok az országok kerülnek ki a második balkáni háború végén leginkább győztesként, amelyek
legkevésbé monarchia barátnak mondhatók, egyrészt Szerbia, kétszeresére nő, persze még így sem nagy, hatalom, de azért mégis megerősödik. A másik pedig Románia, amelyik szintén erősödik is, és az erősödésének köszönhetően eltávolodik a monarchiától, és az oroszokkal is elkezd kapcsolatokat kiépíteni, ugye ennek a jele 1914-ben a cár látogatása Konstancában, és így tovább. Tehát félő, hogy a románok, bár van egy titkos szövetség velük, mégsem fognak velünk tartani egy esetleges háborút. És igazából nincs a monarchiának egyetlen olyan balkáni ország sem szövetséges, vagy alárendelt, vagy befolyási övezetébe tartozó módon rendelkezésre, amelyik ezt a szerb és részben román ellenségességet ki tudná egyensúlyozni. Eddig a törökök lehettek ezek, de őket tönkreverték, a bolgárok majd lehetnek, de ők elvesztették a II. Balkáni háborút. Tehát 1914-ben ott tartunk, hogy a Balkánon nagyon rosszul áll a monarchia szénája. És pont ekkor következik be a szarajevói merénylet. Ami nagyon sok szempontból átír mindent, ezt mi okosan tudjuk már utólag. Egyrészt Ferenc Ferdinánd nem fog soha tróra kerülni, ez zárójelben megjegyezhető, hogy magyar szempontból egy nagy sóhaj, nem baj, mert nyilván kötelező gyász, szomorúság, de nem igazán átélt érzelmek kísérik a temetést. De hát itt a nagy kérdés az, hogy hogyan toroljuk meg ezt a terrorista merényletet. Elég hamar kiderül, hogy a Szerbia, ha nem is a szerb kormány, de a szerb hadsereg bizonyos egységei állnak el mögött, valamiféle reakció erre kell. A kérdés az, hogy ez mennyire legyen erőszakos. Az osztrák vezetés azt mondja, hogy be kell vonulni Szerbiába, nincs mese, a szerbek több mint 10 éve a monarchia ellen mindenféle akciókat követnek el, provokálnak minket folyamatosan, ha nem bizonyítjuk be, hogy képesek vagyunk a provokátoroknak a nyakát kitekerni, akkor nem vagyunk méltók arra, hogy nagyhatalomnak tartsanak minket, és akkor végünk van. Monarchiát fölfalják a szomszédban. A németek azt mondják, hogy ha úgy gondoljátok, hogy ennek most itt az ideje, mi támogatni fogunk. Támogattunk az annexiós válságban is titeket, most is megadjuk a támogatást. Zárójelben hozzátettük, ezt azért mondják, mert ők úgy gondolják, hogy elég erősek katonailag, hogy egy nagy háborút is megnyerjenek a franciákkal, meg az oroszokkal szemben, ők bíztak a saját erőt. A magyar ellenzéki politikusok, különösen érdemes kiemelni az ekkor aktív Andrássy Gyulát, a Nagy Andrásnak a fiát, ifjabbik Andrássy, illetve Aponyi Albertet, szintén azt mondják nagyjából, mint az osztrákok, a szerbek szemtelenkedésének véget kell vetni, meg kell mutatni, hogy velünk nem lehet ilyen hangon beszélni. Egyetlen komoly politikus van, aki azt mondja, hogy nem szabad most háborúzni, és ez a magyar miniszterelnök Tisza István, aki azt gondolja, hogy az alkalom nem kedvező. Bocsánat, nem azt mondja, hogy soha nem szabad háborúzni, nem pacifista a Tisza, hanem azt mondja, hogy nem kedvező most a pillanat az előbb említett balkáni események miatt. Az rendben van, hogy a németek támogatnak minket, de mi lesz mondjuk Romániában? Mi van, hogyha a szerbeket teljesen jogosan, is jogosnak gondolná a szerb ellenes akciót, megtámadjuk. Az biztos, hogy az oroszok megvédik a kis patronátjaikat. Tudunk harcolni egyszer a szerbek meg az oroszok ellen? Hát persze, tudunk, mert a németek majd segítenek. És mi, hogyha még a románok is rágtámadnak? Az ellen is elég lesz a német segítség? Tisza e tekintetben nem eléggé bízik ebben, azt mondja, hogy hát akkor viszont lehet, hogy összeomlunk, akkor inkább várjuk meg, hogy a románokat lenyugtassuk, vagy a románokkal szemben építsünk fel egy másik balkáni országot, Bulgáriát, kössünk vele szövetséget, és akkor a románok majd nem mernek minket megtámadni, majd félnek attól, hogy a bulgárok a nyakukba esnek hátul. Na de most még ez nincs. Most még félünk a románoktól, és nem számíthatunk a bulgárokra. Csináljunk valamit a szerbekkel, de ne egy olyan dolgot, amiből egy nagy háború lehet, ami katasztrófába torkol. Ezt mondja Tisza István. Mi erre a németek reakciója, és itt nagyon kiderül, a német, osztrák-magyar együttműködés egyre jobban a németek akaratát fogja érvényesíteni, megüzeni Németország egyrészt azt, hogy nyugodjatok meg, garantáljuk, hogy Románia nem fog támadni, van nekünk ott elég befolyásunk arra, hogy ezt készpénznek vehessétek, és rendben, ha ti akarjátok, akkor kezdjük tárgyalásokat arra, hogy Bulgáriát megerősítsük. De nem ezek az üzenetek a fontosak Tiszának, hanem egy elég egyértelmű jelzés, itt szó szerint idézek egy diplomáciai iratot, az utolsó bekezdésben lehet ezt olvasni, lényege micsoda, ha a monarchia nem támadja meg Szerbiát, akkor mi se tekintjük többé nagyhatalomnak, és nem tartjuk fontosnak a vele való együttműködést. Ez egy elég komoly. Ez a
Az én megítélésem szerint ez a döntő érv, ami miatt Tisza beadja a derekát, és azt mondja, hogy jó, akkor legyen akár háború is, nem akarja, hogy most háború legyen, de erre a nyomásra azt mondja, hogy legyen. Legyen úgy, ha így hozza a dolog, mondjuk a szervek elutasítják az ultimátumot, és háború lesz, akkor legyen. Miért mondja ezt? És itt az utolsó témám, amivel már önöket itt mutatom, annál is inkább, mert a első világháborúval már nem én fogok foglalkozni. Ugye egyrészt egyedül van, mindenki más, az osztrák politikusok, a saját magyar partnerei, az ellenzék, mind háborút akar. Nem tud kivel együtt. Másodszor ő is jogosnak gondolja, hogy a szerbekkel kell számolni. Tehát nehogy azt gondolja bárki, hogy ő nem hiszi azt, hogy a szerbek elviselhetetlenül és pimaszul viselkednek, csak nem időszerű szerint lesz. A harmadik, ő is úgy gondolja, mint mindenki ebben a korszakban, Magyarországon és Európában, hogy ha lesz is háború, ha lesz is akár nagy háború, az gyors lefolyású, egy-két hónap alatt egy nagy hadjárat, két-három nagy csata, relatíve kevés áldozat, és ennek megfelelően egy kompromisszumos béke. Nem tudhatta sem ő, sem más, hogy ebből 4,5 évig tartó háború, millió számra bekövetkező halott, és egy olyan radikális változást hozó béke lesz háború után. Tehát ezt nem rólhatjuk szerintem az ő személyre. De ami szerintem itt a döntő, ez a negyedik pont, neki a Német Szövetség a legfontosabb. Ha visszatetszenek emlékezni az előző jó néhány esetre, ha visszatetszenek emlékezni az egész magyar külpolitikai gondolkodásra, 48-tól kezdődően, vagy akár Veselényitől kezdődően, akkor a németekkel való együttműködés volt a legfőbb garancia az oroszokkal szemben. Mindig a németekkel akartunk jóba lenni, hogy megvédjenek a németek minket bárkivel szemben. Elsősorban az oroszokkal, a románokkal, aztán a szerbekkel, vagy bárkivel szemben. Ha a németek most azt mondják, hogy a jövőben nem hajlandók minket megvédeni, az a legnagyobb baj. Annál még egy háború is kisebb rossz. És ezért azt mondhatjuk, hogy a geopolitikai, a térségben elfoglalt politikai erőviszonyok alapján a németekkel való jó viszony a legfontosabb a mi számunkra. Ezt nem szabad kockáztatnunk, gondolja Tisza, és gondolja egyébként a többiek is, mert ha az oroszokkal a németek kibékülnek, akkor ők szépen föl fogják osztani ezt az egész régiót. És akkor nekünk nem olyan önállóságunk nem lesz, meg nem dualizmus nem lesz, nem semmi sem lesz. Eldönthetjük majd, hogy német vagy orosz csatlósok és gyarmatok legyünk-e a későbbiek. Ugye most egy utolsó gondolatot még itt hadd vessek előre, ez akkor nem következik be, mert a németek megvédenek minket, de lesz később olyan, amikor a németek meg az oroszok felosztják ezt a régiót. Nem tart sokáig, ugye 39-ben kezdődik, és 41-ben véget ér, de van ilyen. Stalin és Hitler azt mondja, ezek az országok a német befolyás alá kerüljenek, ezek meg legyenek az diétek. Ekkor foglalja el Stalin a balti államokat, ekkor foglalja el ismét Beszarábiát, és ennek az együttműködésnek a jegyében verik szét közösen Lengyelország. Tehát ez a hajlam nagyon is létezik, ez az esély, ez nem teljesen légből kapott, és elképesztően veszélyes, ezt megelőzendő kell a németekkel nekünk jobban lenni. Ez a magyarok, és ez Tisza István gondolkodás. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve, egy mondatba összesűrítve, ez a magyar külpolitikai gondolkodás lényege a 19. század. A német barátság, hogy ne legyen ma, mert a németek védhetnek meg minket. És Tisza Istvánnak igazából itt tényleg egy napra kell mindent föltenni, hogy vajon akkor is képesek lesznek-e minket a németek megvédeni, ha égzengés van, ha élet-halál harc van, hogyha már arról megy a háború, hogy Magyarország túlél vagy nem méltó. És ő bízik abban, hogy igen. Hát, hogy nem így lett, arról majd szerintem a következő előadó Bornan Ferenc fog beszélni. Még egyszer nagyon hálásan köszönöm, hogy ti tartottak és meghallgattak, és bármilyen kérdésünk van, állok